1997-ben született az a jogszabály, mely a művelődési intézmények működését szabályozza. A szakmai vélemények szerint megérett a változásra, hiszen az elmúlt 20 év jelentősen átformálta a közművelődéssel szemben támasztott igényeket. Ma már részben társadalmi elvárás, részben helyi szükséglet, harmadrészt meg a helyi közszolgáltatással kapcsolatban is lakossági elvárás, hogy a kultúrház ne csak programot adjon, hanem ha lehet, segítsen ahhoz hozzá a sajátos eszközeivel, hogy munkahelyem, hogy jövedelmem legyen. Ez azt is jelenti, hogy a helyi értékfelmérést követően a mesterségek megtanításával szakmákat adjon, ami időszakos vagy tartós jövedelmet is biztosíthat. Kadi József azt mondja, a kulturális közfoglalkoztatás intézménye nem oldja meg a szakemberhiányt, és nem helyettesíti a magasan kvalifikált munkaerőképzést és foglalkoztatást sem. A készülő tervezet épületminimumokat állapít majd meg 3 éves kifutási idővel. Megmondja, hogy az egyes tevékenységekhez minimum milyen feltételeket kell biztosítani. Természetesen nincs baj, ha most nincsen, de elvárja a szakma is, és a jogalkotó is, hogy egy fejlesztési program révén a minimális feltételek teljesüljenek, tehát növekedjen a négyzetméter, ami rendelkezésre áll, ulambocsán legyen meg a szükséges ülőhelyszám ahhoz, hogy méltó körülmények között valódi tevékenység és folyamatos tevékenység folyjon ezekben az épületekben. A kis települések rossz állapotú művelődési házainak fejlesztéséhez szükséges anyagi források is rendelkezésre állnak majd. Létrehozunk egy kulturális kerekasztalt, amely a Szekszárdon működő intézmények vezetőit, a kulturális élet szereplőit fogja majd tömöríteni, és negyed évente egy kulturális párbeszédre hívjuk a városban működő szervezeteket és az intézmények vezetőit. A jövő a szakmai együttműködéseké, mondta megnyitójában Zsikó Zoltán, a Szekszárdi Közművelődési Kft. Igazgatója. Ezt egy egész megyét átfogó szakmai együttműködés kialakítása követhet, mondja Zsikó Zoltán.